Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, tisztelt elnök urak, vendégeim, barátaim! A 21. alkalommal van módom arra, hogy köszöntsem önöket, köszöntselek benneteket a Történelem Tanárok Országos Konferenciáján. Minden korábbinál időszerű mai témán alkotmány és történelem. Sőt, szinte napi aktualitása is van szakmai tudományos tanácskozásunknak, hisz éppen ezen a héten kapták meg a 4. osztályos kisdiákok a preambulumnak a rövidített változatát, a nemzeti hitvallást, még a 8. évfolyamosok kapták az alaptörvényt október 6-án. A történelem tanároknak mindig is feladata volt, hogy tanítsák a hatályos alkotmányt. Napjainkban azonban új kihívás ér bennünket, hisz a januártól érvényes alaptörvény számos újdonsággal rendelkezik. Nem csekély kihívás számunkra, hogy mit és hogyan tanítsunk az alkotmányból. Gondoljuk végig közösen, mi a történelmi alkotmány. Mi az, amit ebből meg lehet s meg kell tanítani? Mit tartalmazzanak a diákoknak szóló kiadványok, és hogyan tegyék ezt? Mi a feladatuk azokkal a mítoszokkal, amelyek diákjaink kezébe kerülnek, melyekkel találkoznak? Mi a teendőnk, hogyha tanítványainkat felelős állampolgárá, hazájukat szeretővé, öntudatos emberré kívánjuk nevelni? Konferenciánkon, mint korábban is, most is itt ülnek közöttünk diákjai. Fontosnak tartjuk ezt, hogy együtt tanácskozhassunk, gondolkozhassunk és vitázhassunk azokról a kérdésekről, amelyek őket, benneteket legalább annyira érintenek, mint minket. Hatékony együttgondolkodást, sikeres tanácskozást kívánok mindannyiunknak. Hölgyeim és uraim, megkérem az Alkotmánybíróság elnökét, Pacolai Péter urat, hogy nyissa meg tanácskozásunkat. Szépen megtiszteltetésnek érzem, hogy a Történelem Tanárok Egyletének nagy hagyományú konferencia sorozatának idei rendezvényét megnyithatom, és akkor meg is nyitom. Szeretettel köszöntöm az érdeklődő hallgatóságot, az előadókat, a rendezőket, az egylet vezetőit. A konferencia témája az alkotmány. Ennek aktualitását az adja, hogy az áprilisban elfogadott új alkotmány alaptörvény néven 2012. január 1-én fog hatályba lépni. Ez ráirányítja a figyelmet az alkotmány és az alkotmányosság eszméjének a fontosságára. A történelem tanárok érdeklődését joggal kelthette fel az, hogy a történeti alkotmány több helyen is említése kerül az alaptörvényben. A nemzeti hitvallásnak nevezett preambulum harmadik bekezdése első mondata szerint tiszteletbe tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait. Az alapvetés R cikk harmadik bekezdése szerint az alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni. Erről annyit lehet mondani, hogy az alapvető doktrínák és a szokások olyan vívmányok, amelyet egyébként is figyelembe kell venni az alkotmány szövege és a nemzetközi jogi egyezmények alapján az alkotmány értelmezése során. Hogy a történeti alkotmánynak milyen jelentést lehet adni, ha egyáltalán adható egy 21. századi alkotmányban, azt majd alkalomattán az Alkotmánybíróság meg fogja mondani.
Ezt az értelmezést én személy szerint nem tudom megelőlegezni, és nem is tehetem. Viszont véletlenül másfél évtizeddel ezelőtt már foglalkoztam a történeti alkotmány modern értelmezési lehetőségével, a Történeti Alkotmány és a Konzervatív Jogi Gondolkodás című előadásomban, illetve dolgozatomban. Annak viszont semmi akadálya, hogy e gondolatokat részben felidézzem. Ez a magyar történelem sajátossága történeti alkotmány volt. Első írott alkotmányunk a szocialista, valójában nemzete ráerőszakolt 49 évi alkotmány. A majd rendszerváltás még 1989-90-ben önmagában nem élesztette föl azt az érzést, ami az alkotmányhoz, mint felsőbb törvényhez kötődik. Az alkotmányosság eszméje az azt követő évek során vált a jog, a politikai kultúra és a közélet részévé. De mit jelent a ma számára az, kérdezte 1994-ben, hogy Magyarországnak közel 1000 éven át történeti alkotmánya volt. A történeti alkotmányok mintaképe Anglia. Kérdés, mennyire egyedi Anglia példája. Egyfajta politikai berendezkedésnek és alkotmányos, konstitucionalista, vagyis alkotmányos szabályok által korlátozott kormányzatnak mintaképe lett, és az alkotmányos politikai értelembe vett Anglománia kontinens szerte hódított. Gondoljunk csak a francia felvilágodás nagy gondolkodóira, Diderot, Voltaire, Montesquieu ezirányú szenvedélyére. Mégis a történeti korrektség inkább azt sugallja, hogy Angliában egyedülállóan szerencsés volt az alkotmányfejlődés. Az angol alkotmányos monarchia politikai filozófiájának foglalata, Locke két értekezés a kormányzatról című munkája előszavában utal arra, hogy Angliában van olyan ősi alkotmány, melyet helyre lehet állítani. A konzervativizmus apostola Edmund Burke a francia forradalom írt reflexióiban újra és újra visszatér a folytonos és szilárd alkotmány megújításának szükségességére, egyúttal elutasítva annak radikális és forradalmi megváltoztatását. Idézem, a forradalmat, tudnék a dicsőséges forradalmat, azért hajtották végre, hogy megőrizzék ősi, elvitathatatlan törvényeinket és szabadságainkat, a kormányzat ősi alkotmányát, amely számunkra a jog és szabadság egyetlen biztosítéka. A Magna Chartától a jogok nyilatkozatáig alkotmányunk egységes vezérelve volt, hogy szabadságainkat, mint őseinktől ránk hagyományozott, és mint általunk az utókor felé közvetítendő, elidegeníthetetlen örökséget tüntesse fel, és nyilatkozhassa ki, idézet vége. Ez a történeti alkotmány a szervesen kiépülő, fokozatosan reformált és javított alaptörvény modellje. A magyar történeti alkotmány azonban a kezdeti évszázadokban követte csak ezt az angol modellt. Ekkor valóban a belső államberendezkedés szabályozó alapvető szabályokat alakították ki. A későbbiekben a sajátos magyar történelmi fejlődés miatt a külső országokhoz való viszonyt rendező törvények száma szaporodott meg. A magyar alkotmány valódi arcát, szembeszállva az angol és magyar történeti alkotmányok hasonlóságát súlykoló közkeletű nézetekkel, Bibó István egyik kiadatlan, az 1948-49-es tanévben Szegeden tartott egyetemi előadásában a következőkét mutatta be, idézem, hosszasabban. Az angol és a magyar alkotmány történeti alkotmányok. Az angol alkotmány ma sem alapelvekre leegyszerűsített tételekből áll, hanem konkrét jogszabályoknak, gyakorlatoknak, elveknek a kiegecesedése. Mindig van egy tételes formula, és ehhez mindig hozzájön a jelenlegi gyakorlatban megnyilvánuló, de még kötelező erőre nem jutott elv. Az angol alkotmánynak legfontosabb alapelvei, legalapvetőbb működési szabályai, például, hogy a kormányt a parlamenti többségből kell választani, ma sincsenek tételes szabályokba foglalva. A magyar alkotmány történetisége a köztársaság kikiáltásával sérelmet szenvedett, de a történetiségben már azelőtt is sok volt a fikció. A magyar alkotmány annyiba történeti, hogy ma sincs egy egységes alkotmánylevele, de abban az értelemben nem történeti, hogy benne a szokásszerűségnek olyan jelentősége lenne, mint az angol alkotmányban. Igaz, hogy a magyar alkotmány tételeit több törvény tartalmazza, és ezeket összetéve előttünk áll a magyar alkotmány. De a magyar alkotmány alaptörvényei nem az alkotmány körül,
hanem az Ausztriához való viszony körül forogtak. Az nem vitás, hogy az aranymullától mostanáig létezik egy történeti folytonosság, amely abban nyilvánul meg, hogy az egészben egy bizonyos folyamatosság van. Nem annyira 700 éves alkotmányról, mint inkább 700 éves erőfeszítésről beszélhetünk, mondotta Bibó 1948-ban a diákoknak. Az íratlan alkotmány szokásjogi jellegét erősítette például az 1790-91 évi 10. törvénycikk, mely szerint Magyarországot saját tulajdon törvényei és szokásai szerint kell kormányozni. A koronázáskor a király szintén az ország történelmi és szokásainak megtartására esküdött. A történeti alkotmány következménye, hogy a magyar alkotmányelmélet az alkotmány tartalmi fogalmát használta, vagyis az alkotmányban a társadalom sajátos szervezetét fogta fel. A tartalmi értelembe vett alkotmány az állami élet alapvető rendező elvei szabályozását a magyar történelemben az úgynevezett sarkalatos törvények látták el. Ezek különböző történelmi időkből származtak, mint például az 1922 évi aranymulla. Ebből először is az következett az alkotmány fogalmára és elméletére nézve, hogy az igen széles volt, és magába foglalta az írott törvények mellett a szokásjogot is. Pontosabban a törvények írottak voltak, de alaptörvény jellegüket a szokásjog alakította ki. Azután maga a törvényhozás is használta az alaptörvény terminológiát, az 1827 évi harmadik törvénycikk címében az alaptörvények érvényükben való megtartása jelenik meg. A történeti alkotmány sajátossága, hogy összekapcsolódik a folyamatosság és a fokozatosság elvével. A magyar közjog változásainak a fejlődés mellett mindig megőrző jellege is volt. A reformok mögötti állandóság, az ősi elvek, új körülményekhez való igazítása volt az az alkotmányozási eljárás, amelyről a magyar közjogászok az angolokhoz hasonlóan sokat írtak. Az ősi magyar közjog folyamatosságát elsőként a Tanácsköztársaság törte meg. 1919. április 2-án a kormányzó tanács közzétette az ideiglenes alkotmányt, mely körvonalazta a szovjet mintájú tanácsokra épülő államszervezetet és választási rendszert. 1919. június 23-án a tanácsok országos gyűlése elfogadta az alkotmányt, de ezt követően rövidesen a szovjet diktatúra első magyar változata elbukott. 1920-ban rögtön az első törvény intézkedett az alkotmányosság helyreállításáról, és a Habsburg uralom kivételével névleg visszaállította az előző közjogi rendszert. A két világháború közötti korszak közjogi provizóriumának alkotmányreformjait azonban már nagyon nehéz volt a történeti alkotmány jogfolytonossági elméletével összhangba hozni. A II. Világháború után következett be az ezer éves történeti alkotmány folyamatosságának tényleges megszakadása a köztársasági államforma bevezetésével. Az 1946 évi első törvény meghatározta a köztársasági elnök hatáskörét és az állampolgárok alapvető jogait. Ez így még a történeti alkotmány része volt, amelyet azonban az 1949 évi 20. törvény az első kartális alkotmány véglegesen megsemmisített. Összefoglalva megállapítható, hogy a történeti jogfolytonossággal történő két véglegesnek szánt szakítás 1919 és 49-ben történt, végül ez második bolsevik diktatúra erőszakára be is következett. A magyar történeti alkotmány az igazolására szolgáló elméleti erőfeszítések ellenére már egy erősen csökkent értékű alkotmány volt, melynek épületét a 20. század viharai végleg felőrölték. A történeti alkotmányt visszahozni nem lehet, új történeti alkotmányt teremteni pedig fogalmilag kizárt. Viszont meg lehet őrizni az ősi magyar alkotmány bizonyos, bár inkább szimbolikus elemeit. A jogfolytonosságot ma jószerivel csak ilyen szimbolikus elemek őrzik, mint például a címed bizonyos elemei és a himnusz. A továbbiakban arra kívánok rámutatni, hogy az írott alkotmány előtérbe helyezett olyan váratlan tényezőket, olyan váratlan fejlődés, mint a jogértelmezés és a jogfejlesztés kérdése. A jogi gondolkodás egy irányzatai a természetes jogfejlődést szembeállítják a mesterséges jogalkotással. Ez elsősorban a konzervatív jogi gondolkodás jellemzi,
mely elítéli a jogi pozitivizmust, mely a jogot egyszerűen állami parancsnak tekinti, és érvényességét nem köti semmilyen értékkritériumhoz. Ezzel a pozitivista felfogással szemben a konzervatív jogszemlélet nagy szerepet tulajdonít a szokásjognak, az organikusan képződött és a nem ember által alkotott normák rendszerének. Felfogásában a jog morális elveknek, vagy legalábbis valaminő magasabb elveknek alávetett, a jog és a morál nem választható el olyan mereven, mint a jogpozitivizmus állítja. S végül a bírói jogfejlesztés szerepét hangsúlyozza. A szokásjog előnye, hogy a jog uralmát biztosítja, mert a szokásjogban az állam olyan törvényeknek köteles engedelmeskedni, melyeket nem maga hozott. A törvényhozó az általános szabályt alkotja meg, és számos élethelyzet kilóg-e szabályozás alól. Erre az egyik lehetséges, bár elég riasztó válasz a kazuisztika, mikor a törvényhozó minden egyes szóba jöhető esetet előre szabályozni próbál. A másik válasz az állandó törvénymódosítás, ami a joguralom egyik évszázadokkal ezelőtt megfogalmazott elvének, az állandó vagy legalábbis tartós törvények követelményének mond ellent. A harmadik megoldás a bírói jogfejlesztés. Ennek a szocialista normativizmus által tagadott elvnek az újjáélesztése a magyar jogi hagyományokhoz való érdemi visszatérést jelentheti. A magyar bírói jogfejlesztés 1990 óta egy korábbi hagyományunkban ismeretlen és sokat vitatott elemmel egészült ki, és ez az alkotmány értelmezések, precedensek és bíróság, például jelesül az alkotmánybíróság útján. A bírói alkotmányértelmezés nemzetközi tapasztalai rámutatnak arra a paradoxonra, hogy az írott és a történeti alkotmány szembeállítása mennyire viszonylagos. Az amerikai alkotmányok túlnyomó része, noha az első az írott alkotmányra és mindmáig hatályban lévő alkotmányra épül, az úgynevezett élő alkotmány azonban bírói döntésekből áll. Az ezekben körvonalazódó elvek és jogok lényegében egy iratlan alkotmányt alkotnak az amerikai alkotmányjogászok felfogása szerint is. Az írott alkotmány magasabb, erkölcsi természetjogi elveket foglal pozitív jogi szabályokba. De ahhoz, hogy ne váljék az állami önkény eszközévé, vagy ne maradjon közönséges papír, szükséges, hogy az írott alkotmány mögött legyen elveknek és értékeknek olyan szilárd rendszere, melyet a bírói alkotmány értelmezés alakíthat ki. A történeti alkotmány egyik előnye épp az, hogy a szokásjog, a precedense kitöltik az írott joghézagait. A joghézagok kitöltése a bírói jogértelmezés útján is lehetséges, és így kiküszöbölhetők az írott alkotmányok hiányosságai. Etéren a magyar jogfejlődés megítélésem szerint jó úton jár. És ez fenn fog maradni reményem szerint az új alaptörvény idején is. Végül, ami a történelmi tanítás lehetséges feladatait illeti. Nem a történeti alkotmány bizonytalan és rejtélyes fogalmával kell foglalkozni, hanem az oktatás tárgya, az alkotmány története, kettő, az alkotmányosság kultúrája, három, az alkotmányos alapelvek, például hatalommegosztás, szabadságjogok fejlődése, és negyedsorban a közös európai alkotmányos hagyomány oktatása. Ehhez kívánok sok sikert a mai tanácskozásnak és általában pályájuk során. Köszönöm a figyelmet!